Ebben a mai videóban a nyirokrendszer állapotának javításáról, a nyirokkeringésről és a nyirokcsomókról lesz szó. Üdvözlök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A nyirokrendszer az érrendszerünkkel szorosan együtt működik. A vér az ereken keresztül eljut a sejtekhez, majd a sejtekből bekerül a nyirokkeringésbe. A nyirokrendszert nevezhetjük testünk szennyvíz csatornájának is, és legfőbb feladata a védekezés a baktériumokkal, vírusokkal szemben. További feladatai a sejtek oxigénnel és tápanyagokkal való ellátása, a káros anyagok kiszűrése, eltávolítása, illetve nagyobb zsírsejteket is szállít, amelyeket a vérkeringéssel nem tud mozgatni a testünk. Amikor egy fertőzés jön létre, a nyirokrendszer számos más mirigyünkkel együtt működve felpörögnek, beindulnak és megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy az adott baktériumot vagy vírust eltávolítsák a testünkből. Ahhoz, hogy a nyirokrendszer és a hozzá kapcsolódó szervek hatékonyan tudjanak működni, fontos, hogy a nyirok folyadék az áramoljon az erekben, a testünkben, tehát ne legyen pangás. Az első lényeges tudnivaló, hogy a nyirokhálózatban kb. 500-600 darab nyirokcsomó található, melyek baktérium-vírus szűrő egységként működnek. A nyirokcsomók legfőbb feladata, hogy megállapítsák, van-e valahol a testünkben valamilyen fertőzés, majd ha valamilyen kórokozót beazonosítottak, jeleket küldenek adott mirigyhez, hogy az adott mirigy fehérvérsejteket, antitesteket, ölősejteket, T-sejteket termeljen az adott baktérium vagy vírussal szemben. Tehát amikor fel vannak dagadva a nyirokcsomóink, az azt jelenti, hogy a nyirokrendszer beazonosított valamilyen fertőzést, és éppen küzd vele, azaz felgyülemlettek a nyirokcsomóban a limfociták, tehát a védekező sejtek. Amikor a nyirokcsomók beazonosítottak valamilyen baktériumot vagy vírust, egy komoly háború kezdődik a nyirokcsomón belül, a kórokozók és az immunvédekezésért felelős egységek, sejtek között. A nyirokcsomóknak az is feladata, hogy megpróbálják a csomón belül tartani a kórokozókat, hogy az ne terjedjen el a testben. Más szóval egyfajta ketrecként is szolgálnak, ahová az immunrendszerünk, a testünk megpróbálja bezárni a gazembereket. A második fontos info a nyirokrendszerrel kapcsolatban, hogy szoros működési kapcsolatban van a lépünkkel, mely itt bal oldalt található, olyannyira, hogy a lépünket akár nevezhetjük a legnagyobb nyirokcsomónak is a testünkben. A lép olyan, mint egy szeméttelep, eltávolítja, illetve újrahasznosítja a nem kívánatos vörösvérsejteket, másodpercenként 2 millió vörösvérsejtet hasznosít újra, tehát igen komoly munkát folytat. Feladata az is, hogy kiszűrje a vérből a szervezetbe bekerülő kórokozókat, illetve vért is tárol, egyfajta vér kamraként is működik. Ha például valami miatt a testünknek több vérre van szüksége, mondjuk vért veszítettünk egy balesetben, a lépünk kiereszti a vért az erekbe, ha pedig valami miatt lecsökken a vérszükségletünk, eltárolja a felesleges vért. A lép megnagyobbodás hátterében a leggyakrabban az áll, hogy az immunrendszer fokozott működés alatt van, valamilyen fertőzést próbál nagy erőkkel megszüntetni, ezért a lép nagy terhelésnek van ugye kitéve. Ha a lép volt a szeméttelep, akkor a csecsemőmirigy, a nyirokrendszerünk következő fontos együttműködő szerve az edzőtábor. A csecsemőmirigy itt a tüdő felső részénél található, és egyik fő feladata az immunsejtek kondiban tartása, edzésben tartja a T-limfocitákat, a T-sejteket, hogy azok hatékonyan küzdhessenek a fertőzésekkel szemben. Olyannyira komoly ez az edzőtábor, hogy csupán a T-sejtek 30%-a éli túl, tehát csak egy harmadukból lesz életharcképes katona. A T-limfociták nevében a T betű a csecsemőmirigy latin nevéből, a timus szó kezdőbetűjéből ered. A negyedik lényeges tudnivaló a nyirokrendszerről, hogy nincs saját motorja, saját pumpáló rendszere, mint ahogy ugye az érrendszernek ott van a szív. Tehát a nyirok folyadékot nem keringeti egyik szervünk sem. A nyirokfolyadékot elsősorban az izommozgatással tudjuk keringetni, tehát ha például valaki keveset mozog, mondjuk egész nap ülőmunkát végez, az hosszú távon mindenképpen lassítja a nyirok keringését.
Ennek későbbi állapota a nyirokpongás, ami a nyiroknád felgyülemléséhez vezet a szövetek közötti térben, és kialakul a nyirok ödéma, ami duzzanatokkal, fájdalmakkal, a bőr megvastagodásával járhat. Tehát a rendszeres mozgás, az izmok mozgatása, kardioedzések, futás, úszás, súlyzózás segítségével tudjuk leginkább segíteni a nyirok folyadék mozgását. Javítani tudunk a nyirok keringésen a légzés segítségével is, elsősorban a mély légzésekkel tudunk ráhatni, olyan légzésekkel, amikor gyomorból vesszük a levegőt, és nem csak tüdőből. Mindezt ugye lassan, bent tartjuk egy ideig a levegőt, majd lassan fújjuk csak ki. Javítható a nyirokkeringés nyirokmasszázsal is, mely során a masszor a nyirokcsomókat és a nyirokutakat serkenti, tehát fizikailag segíti a nyirok folyadéknak a mozgását. A nyirokrendszerrel kapcsolatos következő hasznos tudnivaló, hogy rendkívül fontos szerepe van a testfolyadék egyensúlyának fenntartásában. A nyiroködéma vagy limfoödéma, amiről az előbb szó volt, egy szöveti vizesedés, amely sokszor a nyirokcsomók eltávolítása miatt alakul ki, például rákkezelés után. Így jegyezném meg azt is, hogy a nyirokcsomóknak nem csak a baktériumok és vírusokkal szembeni védekezésben van nagy szerepe, de a rák testben való terjedésével szembeni gátként is működnek, tehát ahogy a baktériumokat és a vírusokat, úgy a rákos sejteket is be tudják azonosítani. Más szóval, ha valakinek a nyirokrendszere nincs túl jó állapotban, ha a nyirokcsomói le vannak terhelve, kórokozókkal szembeni védekezéssel, az megnőhet a daganatos betegségek kialakulásának esélye. A hatodik részben beszélnünk kell a stresszről is, ugyanis a stressz, főként a krónikus, azaz a jó ideje fennálló folyamatos stressz hatására megnövekvő kortizol hormon szintje a nyirokcsomóink összezsugorodását okozza, aminek ugye az lesz a következménye, hogy csökkenni fog a nyirokcsomók teljesítménye. Azaz, az immunrendszer ugye nem tud kellően hatékonyan védekezni a baktériumokkal és vírusokkal szemben. Kicsik lesznek ugye ezek a ketrecek, ahová a kórokozókat be tudja zárni. A krónikus stressz hatására lassul a nyirokkeringés, ami azt eredményezi, hogy az eltávolítandó káros anyagok nem ülnek ki, hanem elvándorolnak a test különböző részeibe. A hetedik és egyben utolsó lépésben nézzük meg, hogy milyen ételekkel, tápanyagokkal, gyógynövényekkel, módszerekkel javíthatunk a nyirokrendszer, illetve a hozzá kapcsolódó mirigyek, szervek állapotán. Először is a lépünk számára, tehát a legnagyobb nyirokcsomó számára, a legfontosabbak a B12, a vas, a C-vitamin és az A-vitamin. B12-re, vasra és C-vitaminra a vörös vérsejtek termelődéséhez van ugye szükségünk, az A-vitamin pedig talán legfontosabb vitamin a testünkben az újratermelődéshez és a sejtek osztódásához. A következő a vörös színű zöldségek és gyümölcsök, mint a tőzegáfonya, gránátalma, cékla, melyeket inkább folyadékformában érdemes bevinni a nyirokrendszer állapotának javításához. Javítani tudnak a nyirok folyadék mozgásán, a tőzegáfonya old egyes zsírokat a nyirokrendszerben, ami ugyancsak javít ugye a folyadék áramlásán, a cékla pedig a nyirokrendszerben lévő gyulladásokat tudja mérsékelni. A harmadik a desztillált víz, mely kiváló a nyirok folyadék hidratálására, elősegítve a könnyebb áramlását. A nyirokrendszer számára rendkívül fontos a víz. A testmozgás hiányán túl a második leggyakoribb ok a nyirok folyadék pangása mögött az a kevés víz bevitele. A desztillált vízhez hozzáadhatunk egy kis citromlevet is, a citrom is serkenti a nyirokrendszer működését. Rendkívül jók a magas klorofil tartalmú ételek, tehát a zöld színű zöldségek, a zöld tápanyagok, mint a káposztafélék, a brokkoli, búzafű, a klorella alga, a lucerna, a spenót, a rukkola, mángold, a kelbimbó. A zöld növényekben lévő klorofil tisztítja a vérereket és a nyirokereket is. Az ötödik a minitrambulin és az inverziós asztal. A minitrambulinon ugrálva naponta 10-20 percet, a legegyszerűbb és legolcsóbb módszer a nyirok folyadék megmozgatására. Az inverziós asztal segítségével pedig lelógathatjuk saját magunkat a lábunknál fogva, melynek
Következtében ugye gravitációs irányváltás jön létre a testünkben, így a nyirok folyadék, amelynek eddig magától kellett emelkednie lentről, hogy a mellkasi nyirok csatornába bekerüljön, az most könnyen ki tud áramolni a lábakból, a végtagokból. Hölgyeknek érdemes a melltartóra is odafigyelni, ugyanis a túlszorosan felhelyezett melltartó a nyirokerek, illetve a nyirokcsomók összehúzódását okozhatja, ami megakadályozza a normál vízelvezetést, és hosszú távon növelheti a fibrocisztás mellszövet, vagy akár a mellrák kialakulásának esélyeit. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket tudod, hogy érint, akiket érdekelhet a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra, a nyirokkeringéssel, a nyirok problémákkal kapcsolatban. Írd meg a hozzászólásodba, mert ezzel másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!